Indian Joe-t játszom ebben az előadásban, új becsatlakozóként. Ő egy félvér, félig indián, félig fehér bajkeverő, a közösségnek az ügyeletes rossz fiúja. Főleg és kifejezetten ebben a formanyelvben, amit ez az előadás használ, még egy furcsa misztika is keveredik körülötte. Különböző apró jelzésekkel próbáljuk érzékeltetni azt, hogy mindig, hogyha valami bajsejtelem elfoghatja a kisvárosunk kisközösségét, ahhoz neki valamilyen köze van. Te mindezt mi? Azt hiszed, hiába csörgetezik az ereimben indián? Mi? Most megvágy! Azt a bohé! A félvérsége okán mélyen és hát gyerekkorától eredetethetően hordoz magában egy bántalmat. Ez a közösség őt kiközösíti. Ő kívülállónak találja magát, és rögtön ebben a helyzetben kezd el működni. Ebbe kényszeríti őt ez a közösség. Ebből fakad az összes sérelme és az összes bántalma. És talán ez vezet el oda, hogy a történet főszála szempontjából is kiemelten fontos barátság Huck és Tom között egy olyan kalandba torkollik, amiben hát elég fontos szerepet játszik Indian Joe-nk.